Szép estét kívánok, ez a Sportos Elmék harmadik adása a hatos csatornán. Elbert Gábor vagyok. Mai adásunkban két témát dolgozunk föl ismét. Az első az, amely azzal foglalkozik, hogy nagyon sok magyar edző dolgozik a világban. Köztünk lesz majd egy úriember, aki szintén kapott ajánlatot, hogy dolgozzon a londoni olimpián a brit csapatért, és tudva lévő, hogy a londoni olimpiára készülő angolok között 4 olyan magyar edző is van, aki ezúttal nem a magyarokért dolgozik. Sokan mondják, hogy egy vívó vagy egy kajakkenu világbajnokságon az edző értekezetet akár magyarul is meg lehetne tartani. Aztán egy pici szünet, és következik a talán azt lehet mondani, legutóbbi nagy meglepetése a magyar sportnak, jelesül az, hogy az asztali teniszezők meglepetés kvótákat szereztek. Mai két sportos elménk a vendéglátók, Kulcsár Katalin, FIFA játékvezető közgazdász, és Cékl Dániel, az egyik meglepetés, remélem ezzel nem bántlak, meglepetés kvóta szerzője, asztali teniszező sportközgazdász. És hogy ki a vendégünk, ő nem más, mint Téglás Péter, a női asztali tenisz válogatott szövetségi kapitánya. Nem árulok el titkot azzal, hogy neked is volt ajánlatod Peking után, hiszen a magyar asztali teniszező lányok azt lehet mondani talán, hogy Európában a legjobbak vagy a legjobbak közé tartoznak, és több országba akartak elcsábítani, többek közt Londonba is. Igen, ez 2006 környékén volt az első megtalálás, nem is nagyon vettem komolyan, és 2008-ig már eljutottunk Peking előtt odáig, hogy már a szerződés a e-mail posta fiókomban volt, de aztán több ok miatt úgy döntöttem, hogy maradok, és én azt gondolom, hogy nem bántam meg a döntésemet, és addig maradni is fogok, amíg úgy érzem, hogy lesz munkám itthon Magyarországon, és érzem a bizalmat a vezetőségtől. Melyek lehetnek azok az indokok, ami miatt egy magyar edző úgy dönt, hogy itthon marad, miközben feltételezhető, hogy azért egy olimpiára készülő birodalomban mindent kérésedet teljesítették volna? Hát igazából én azt gondolom, hogy nekem olyan válogatott játékosaim vannak, akikkel már tulajdonképpen évek óta együtt készülünk, tehát a válogatott többségével, akár klubban, akár ifjúsági serdőválogatottban éveket együtt dolgoztunk, tehát azért van egy nagyon nagy kötődés a játékosok felé, de azon kívül természetesen hát az anyagi rész az megkérdőjelezhetetlen, hogy külföldön akár a fizetések 3-4-szeresét is meg lehet keresni. Mi az, ami miatt a pénzen kívül elmennek? Nagyon sok sportágban látszik az, említettem bevezetőben a vívást, a kajakkenút, de látható az, hogy a Közel-Keleten nagyon sokan dolgoznak labdajátékokban, és számos olyan sportágban, ahonnan egyszerűen elmennek a magyar edzők. Nálunk is például Katarban is, akár a Seychelles-szigeteken is van magyar edző, és azt gondolom, hogy ha ők úgy döntenének, hogy haza szeretnének jönni, egyszerűen nem lenne hova hazajönni. Tehát munka nincs, vagy nincs annyi pénz, vagy nincs sportág mögötte? Munka talán még lenne, de olyan munka lenne, amiből nem lehet megélni. Tehát nem megélni lehet, hanem szinte semmi pénzt nem lehetne benne keresni. Tehát azt gondolom, hogy ezek az edzők akkor jönnének már haza, hogyha megtehetnék azt, hogy hobbiból a magyar sportért dolgozzanak, mert jelenleg a magyar asztaltenészben két főállású edző van, a férfi és a női szövetségi kapitányi poszt, és ez 2010 óta van így, mert előtte csak a férfi edzői állás volt főállású, tehát az összes többi edző mellékállású, és klubok van dolgoznak. És annyira jók a magyar edzők, hogyha kimennek külföldre, ott ők lehetnek e kettő egyike? Vagy ott több főállású edző van egy szövetségben? Hát egyrészt több főállású edző van, hát egy tipikus példa, ugye most jöttünk haza luxemburgi selejtezőről, a 4 francia játékosra 17 kísérő érkezett, tehát mindenkinek külön edzője, külön beütő partnere, masszőr, orvos, kondi edző. Ehhez képest ti hányan voltatok? Mi most nem álltunk rosszul, mert jött velük masszőr és két edző, tehát azt gondolom, hogy sőt, és azt lehet mondani, hogy a Póta Gina segítette a Lovas Petra felkészülését, tehát most mi nagyon nagy létszámban voltunk kint, talán 8-an azt hiszem. Igen, ez extra. Ez nagyon extra, tehát ez nem idézi, hogy ez Olaszországban, mert ugye Dani... Áruljuk el, hogy Olaszországban játszik. Igen, az olasz szövetség nagyon érdekes a helyzet, azért ott is a focihoz hasonlóan vannak érdekes politikai áthatások bizonyos klubokban, és azért ott se fennékig telj fel az élet, ugyanakkor sokkal jobb anyagi körülmények között készülhetnek. De ez mind múlik? Tehát ott az államot jobban izgatja az asztalintézés, az asztalintézés specifikus a kérdés, vagy jártatok olyan országba, ahol az látszik, hogy még a miénknél is rosszabb körülmények vannak, azaz mondjuk egy válogatottnak sincs meg az anyagi lehetősége. Létezhet ez? Hát szerintem Olaszországban azért a pingpong nem egy kiemelt sport, tehát tudjuk, a labdarúgás és az egyéb esetleg... Van köztünk labdarúgás. Igen. Jobban érte. Tehát a pingpong nem egy kiemelt sportág, viszont a nem kiemeltség és annyi anyagi hátteret biztosít a szövetségnek és a játékosoknak, hogy nálunk tényleg jóval jobb körülmények között készülhetnek. Most nem árulok el titkot azzal, hogyha mondjuk egy olasz játékos kijut az olimpiára, akkor egyből a kijutásért 10 000 eurót kap,
amíg mi jelen állás szerint azt gondolom, hogy 30 ezer forintra az én Gerevics pénzemet most 100 ezer forintra fel fogják emelni. Nem akar az olimpiáig. Értem a célzás, hogy én voltam akkor az államtitkár, amikor 20 millió lett, 10 millió volt az aranyérem, és pont most érte kritika ezt, hogy ez bénítja a magyar sportolókat. Igen, ezt többek között én is képviseltem ezt az álláspontot. Én úgy gondolom, hogy Magyarországon nagyon kevés sportoló van folyamatosan 4 éven keresztül támogatva, olyan összeggel, ami biztosíthatná neki a nyugodt felkészülést. Hol játszanál, hogyha ez az összeg meg lenne? Igen. Én mi játszottunk is itthon. És volna kivel játszani itthon? Szerintem, hogyha lenne rendszer, és lenne egy olyan bajnokság, ugye ne feledjük el, hogy én sokáig játszottam itthon, és talán a bajnokok ligájában mi itthon játszottunk, kevesebb pénzért, mint amit külföldön kaphattunk volna, de az az élmény, hogy egy magyar csapat a bajnokok ligájában szerepeltet, az olimpia előtt itthon készülhettünk, ez nagyon nagy vonzerő volt, és ezért itthon tudtunk játszani. Ha meglennének a feltételek, szerintem nagyon sok sportoló, és ugye most az edzőkről szól az egész, az edzők is itthon maradnának. De... Olaszországban, ahol te játszol, ott milyen nemzetiségű edzők vannak? Gondolom én, hogy nem feltétlen olaszok. Igen, ott szlovén edzők vannak például, és ugye ne feledjük azt, hogy Bátorfi Csilla az olimpia után, amikor ő befejezte a pályafutását, ő edzősködött Németországban, és a német, vagyis az olasz válogatottnak lett az edzője, és egy nagyon paradox szituáció állt elő a 4 évvel ezelőtti olimpiás rejtezőn, amikor én egy olasz sráccal játszottam a bejutásért való meccset, és a Csilla ült a sárt mögött, tehát a Csilla volt az edzője. Ugye itt... Ezt az előző adásban én is elmondtam, igen, hogy én akkor álltam föl egyszer egy pingpong meccs, azt hiszem postás Langweid meccs volt, postásban játszott egy kínai lány, a Langweid a Bátorfi Csilla, és nem tudtam kinek szurkolok, ez is egy back meccs volt. Hogy néz ki ez a labdarúgásban? Tehát amely ugye nézőknek mondjuk el, hogy Kati az egyik, hanem a legjobb magyar női labdarúgó játékvezető, és járja a világot, szerencsére sok meghívása van. Mennyire jellemző az, hogy nem az anyaországból való edzők ülnek a padokon? Hát ugye azért a labdarúgást nem lehet összehasonlítani a pingponggal, még szerintem a női labdarúgásnak is a lehetőségei vannak olyan országok, ahol nagyobbak mondjuk, mint az asztali tenisznek. Azért női szinten nincs ez a nagy vándorlás, nagyon kevés olyan, a legnagyobb válogatottak élén elképzelhető, ez például az amerikai válogatottnál van egy svéd edző, vagy a kanadaiaknál van egy olasz, Karolina Morace, de a több ilyen azért az annyira nem jelz, hogy a női szövetségi kapitányok sem keresnek szerintem annyi pénzt, nyilván nem tudok összegeket mondani, ennyire nem vagyok benne a másik oldalnak az életében, de ott azért már előfordulhat ez. Melyek azok a sporták, amit még ismertek, ahol a magyar edzők vándorlása jellemző? Szerintem ez mondjuk a klasszikus magyar sikersportákra vonatkozik. Tehát amit te is mondtad, a vívás, kajakkenu, öttusa, úszás, vízilabda. Tehát ezekben a sportákban, amikben jók vagyunk, természetesen, hogy mondjuk az angolok, amiben nem jók, külföldről próbálnak olyan szakembereket hozni, amiben más országok jobbak. Tehát szerintem ez egy természetes folyamat is, hiszen nálunk is látom mondjuk kézlabdában horvát edzőket. Nálunk is előfordulnak hasonló átfedések, ugye a múltkori adásban volt szó a honosításról. Ezt szerintem az edzőknél is egy hasonló dologról beszélhetünk, mint hogy most Pújezevics ide, Nagy Laci oda, vagy pedig a Téglás Peti, most ő pont itthon marad, de Katarban van mondjuk tényleg. Sportközgazdászként ezt elsősorban egy közgazdasági kérdésnek éled meg, tehát hogy a kelet-közép-európai országban sosem lesz olyan lehetőség, hogy több edzőt megfizessenek, és aki jó is itt nem tud a legjobb lenni, az elmegy, vagy ennek inkább sportszakmai okait látod? Alapvetően szerintem ennek gazdasági szempontjai vannak, tehát alapvetően még én azt mondanám, hogy még az csoda, hogy mondjuk a Téglás Peti itt van. Tehát, igen, azért hívtuk őt, mert ez több minket meglep. Igen. Tehát szerintem alapvetően ennek gazdasági szempontjai vannak, a sportszakmai szempontok sajnos már másodlagosak, és szerintem sokkal több magyar szakember, hogyha ő az anyagiakat veszi figyelembe, akkor már rég külföldön dolgozik. Tehát még vannak olyan lelkes magyar edzők tornában, pingpongban, birkózásban, akik azért vannak még itthon, mint ahogy a Peti is, mert van egy csapatom, én itthon szeretek dolgozni, én a magyar sportért szeretek dolgozni, és még negyed annyi pénzért is én itthon maradok. Azt mondtad, az elején, hogy ez egy természetes folyamat. Igen, de én úgy gondolom, hogy a gazdaság, mint ami maga folyik a világban, az azért természetes dolog. Tehát én úgy gondolom, hogy ez azért valamennyire összefügg ez a kettő. Péternek meg volt egy ilyen, nem is tudom milyen hang jött ki a szádon Dani egyik gondolatánál. Figyelek azért. De, szóval azt azért hozzáteszem, hogyha nekem 2008-ban otthon feleségem, két gyerekem van, akkor olyan 30 másodperc alatt írom alá ezt a szerződést, tehát lehet, hogy nem is gondolkozom annyit, de mert ugye akkor onnantól kezdve nem csak magamért kell felelősséget vállalnom, és akkor ide-oda, hogy mennyire szeretem ezeket a játékosokat, valószínűleg akkor elmentem volna. Minek kell történnie most, hogy itthon maradj, mondjuk az olimpián vagy az olimpia után?
Hú, ez egy nagyon nehéz kérdés, mert ugye, igen, mert ugye most az elmúlt időszakban nálunk vezetőségváltás volt, és ha őszinte akarok lenni, én jelen állás szerint nem nagyon érzem a bizalmat a vezetőség felől. Ugye azért történt az új elnökválasztás, hogy az anyagi dolgok rendben legyenek téve, és én most sokkal bizonytalannak érzem a helyzetet, mint amilyen korábban volt. És ugye az egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy a játékosok, edzők is nyugodtan készülhessenek föl, mert tényleg ez egy idegi sportág, tehát itt 9-9-en egy poén eldönthet mindent, és nagyon fontos, hogy akár a játékos, akár az edző úgy menjen oda, hogy semmi másra nem kelljen foglalkoznia, csak azzal, hogy a munkáját végezze, és sajnos az utóbbi időben nem mindig ezzel foglalkozik. Tehát ha most jön egy ajánlat, vagy jönne egy ajánlat, hol lesz? Brazíliában lesz a következő olimpia. Igen. Akkor modelláljuk azt, hogy kaptál 4 évvel ezelőtt az angolt, ha most kapnál a braziloktól egy hasonlót, akkor nehezebb lenne azt mondani, hogy maradok? Nem tudom igazából, mert ugye a válogatott mellett én elkezdtem gyerekekkel is foglalkozni, és most már ott is vannak olyan gyerekek, akihez kötődöm, ugye ugyanúgy, mint a felnőtt válogatotthoz, tehát biztos, hogy gondolkodnék rajta. Milyen lenne az a helyzet, hogyha, amit ugye Bátorfi Csillával kapcsolatban mondottani, hogyha pont ezek ellen, a lányok ellen kellene felkészítened egy csapatot? Mert ez benne van a pakliban, hogyha elmész. Benne van a pakliban. És azt gondolom, hogy ugye, amit Dani mondott egy szituációt, azért a mi helyzetünk is érdekes volt. 2007-ben a női Európa-bajnokság páros döntőjében a Tóth Póta páros játszott a Stefanova Tammon-Fardini páros ellen, és ugye az ellenfél edzője Bátorfi Csilla volt, aki ugye a Tóth Krisztit a legjobban ismeri, hiszen éveken keresztül is játszottak. Pontosan. Tehát ez is egy érdekes szituáció volt. Én azt gondolom, hogy nagyon nehéz helyzet lenne, de hát egy profi sportembernek ezen túl kell tennie magát egyrészt, másrészt azért legyünk őszinték, az ember nem mindig olyan országba megy, tehát hogyha én az angol szövetségi kapitány lennék, akkor valószínűleg én, amikor a csapatommal befejezem a versenyt, akkor a magyar női asztali ez válogatott, akkor kezdi el a játékot. Tehát nem biztos, hogy mi találkoznánk egymással, én a lelátón tudnék azt hiszem drukkolni a magyar női válogatottnak. Tehát annak nem látod esélyt, próbálom érteni, amit mondasz, annak nem látod esélyt, hogy egy olyan csapathoz menjél szövetséghez, hogy olyan helyre hívjanak, amely valódi ellenfele a magyar csapatnak? Szerintem ez is benne van a pakliban, de az egy nagyon nehéz szituáció lenne egy olyan csapat mögött ülni, aki mondjuk a Póta-Tótlovas páros a csapat ellen győzelmi eséllyel veszi fel a harcot. Most pont ezen gondolkodtunk kint, ugye nem titok, hogy a sportos elméknek tagja Balzsai Karcsi is, aki a két már kvótát szerzett sportolónk mellett most ugye a világbajnoki címmeccset vívott, és ott is az volt, hogy az ellenfele az csapattársa volt, egy oroszból lett német, mint a tulajdonos, és aki őt fölkészítette, Karcsival dolgozott, azt hiszem talán 7 évet, de lehet, hogy a 7 évvel nem tudok, és mindent tudott róla, és hiába szurkolt volna Karcsinak, látszott rajta, hogy nem tudja a helyzetet kezelni, ez egy nagyon furcsa dolog. De úgy gondolom, hogy a profi sport azért nagyon ebbe az irányba ment el, főleg az utóbbi 20-30 évben. Tehát ezek azért nem olyan folyamatok, amik nagyon ritkák. Tehát most én az olimpiás helyet... De jó ez a folyamat, szerinted? Ez egy nagyon nagy kérdés, hogy merre megy a világ, vagy ez jó, vagy rossz. Ugye rengeteg dologról lehet beszélni, de hát már a nemzetek összefolynak. Nem lehet tudni, kinek drukkol, kivel van. Én az olimpiás helyetezőn az egyik bejutásáról a meccsen a Gárdos Robert nevű osztrák színekben versenyző magyar sráccal játszottam, akinek az edző Karsai Ferenc volt, és akkor ott álltak ők, meg ott álltunk mi. Jó, ezt hogy kezelett te, aki magyar címerrel magyar színekben? És ez még hozzátartozik, hogy Karsai Ferenc jelenleg a magyar asztalitenisz elnökségének a tagja. Igen. Tehát ez még egy kicsit furcsábbá teszi ezt a szituációt. Ezt a részét már nem is értem. Én sem. Igen. Ez már nagyon vitatható dolog, de ez a szituáció. Engem itt versenyzőt, ez nem zavar. Engem a Csilla se zavart, hogy ott ült a bobocsika mögött a kispadon. De másképpen játszottál Gárdos Robi ellen? Vagy? Nem. Egyrészt Karsai Feri már 1000 éve az osztrák válogatottnak az edzője, Robi sem most lett osztrák. Én ilyenekkel nem foglalkozom. Én pontosan azért, mert úgy gondolom, hogy egy modern gondolkodású ember vagyok, ezért nekem ezek nem okoznak akkora traumát. Te Leedsben tanultál, és most Olaszországban játszottál, tehát bejárott te is a világot. Igen, előtte éltem Németországban is, úgyhogy... Mi magyarok foglalkozunk ezzel ennyit? Akár a játékosaink, majd ugye a múltkori adásban beszéltünk Nagy Laci problémájáról, ami azóta egy újabb csavart vett, vagy talán vesz, vagy ez ott is kérdés? Szerintem ezzel Magyarországon többet foglalkozunk mi az átlagnál, és külföldön ez sokkal természetesebb dolog. Tehát egy német válogatottban azért a németek is szeretik a saját nemzetbelieket futtatni, de ugyanakkor fölállnak simán két kínaival. De az elképzelhető, hogy német labdarúgó válogatottnál, te is nagy focista vagy, amelyet, hogy főállásos pingpongozol, hogy ne német legyen a szövetségi kapitány. Nem tudom elképzelni. Az nem. A szövetségi kapitány mondjuk német lesz mindig a németeknél, de még ez sem, vagy ebben sem vagyok biztos, mert lehet, hogy azt mondják a Mourinho-nak,
hogyha gondok lesznek a válogatottnál, hogy oda viszünk, akkor oda visszük, hogy oda viszik. Azért megnézzük ezt a német válogatottat, az Özil, Kedira, a játékosok az igen, azon már, igen, tehát az már nem tudom, 13-an voltak az előző számos keretből, akik beszélni. Valamilyen szinten nem németek. Nincs miről beszélni, és ez úgy gondolom, hogy ez azért már nem jó. Az, hogy van egy-két honosított játékos. Tehát mit tudunk el, ki az, akinél el tudod fogadni azt, hogy edzőként elmegy, és a magyarok ellen készíti föl a külföldieket, és ki az, akinél nem? Van-e határ? Engem nem zavar. Engem egyáltalán nem zavar, hogyha valaki családi, 1000 millió ok lehet, amiért az ember elment Katarba, elment az angolokhoz edzőnek. Én nem fogok rá haragudni, hogy ő mögén beül. Én tudom, hogy az neki egy megalapozott döntése volt, családi, anyagi, sportszakmai. Én a saját dolgommal foglalkozom azért, hogy azt a meccset megnyerem. Engem ez nem zavar. Mennyire tudod azt elképzelni, hogy neked egy nem magyar szövetségi kapitányod van? El tudom képzelni. Mi annak az előnye? Tud-e előny lenni ez az asztali teniszben? Ugye a futballban sokszor beszéltünk arról, hogy mennyiben más. Szerintem, hogyha ez szakmailag, és tényleg szakmailag meg van alapozva, akkor mindenki vevő a külföldi tudásra. Tehát, hogyha ide jönnek külföldi szakemberek, és a magyar edzők ebből profitálnak, hogy a labdarúgásban ez nagyon nagy téma, akkor ez egy jó dolog. Tehát, hogyha mindenki ebből profitál, akkor ez egy jó dolog. Miért ne lenne jó? Miért kéne bezárnunk a kis országunkba? Hogyha ez nagyon elburjánzik, mert a pingpongban a kínai áradat, játékosok és edzőkben ez már elburjánzott, amikor a más szempontok, tehát nem a sport szakmai szempontok érvényesülnek, akkor szerintem már gond van. Milyen ilyen szempontok vannak a gazdaságon kívül? Na, én is ezen gondolkoztam, hogy nagyon egyénileg kell kezelni ezeket a dolgokat. Tehát van 5 edző, mindegyik másokból megy ki, és szerintem ő is más dolgokat mérleg. Ugye nyilván a gazdaságiról beszéltünk, de nem mindegy, hogy kit kell ott felkészíteni, hogy milyen szintű az a sportoló vagy sportók, akikkel ott kell foglalkozni. Gondolom ez is kérdés lehet, mert nem mindegy, hogy valahol a nulláról kell kezdeni. Az is lehet egy edzői kívás, szerintem, hogy a nulláról kezdve eljutni valahol, vagy onnan lehet nagyot fejlődni, mondjuk, vagy akár egy sportágat létrehozni, ugye én is hallottunk magyar edzők kapcsán. Igen, Marcinka csinálta ezt a kézilabdával Ausztráliában. Például, tehát ilyenekre is rengeteg példa van, és ugye nem mindegy, hogy akkor esetleg egy válogatott szintű vagy világszintű játékosokkal kell hogy foglalkozni. Ugye ez is egy más kérdés, akkor már ugye sokan ezzel lehet esetleg nemet mondani a pénzen kívül arra, hogy most kimenjen vagy ne. De szerintem ez amúgy ilyen társadalmi kérdés is, hogy mennyire zárt az a társadalom. Tehát például mi azért sokkal magyarok, sokkal zártabbak vagyunk, és ezért is foglalkozunk ezzel ennyit. És mondjuk egy nyitott nyugati kultúrában szerintem sokkal elfogadóbbak ezzel kapcsolatban is, mint bármi mással. Tehát nyugati kultúrában jobban lenyelnék azt, hogy a legjobb női asztalnéző egyszer csak elmegy? Mondjuk, tehát, nem van itt a Péter el, tehát kap egy olyan ajánlat, nem tud visszautasítani, és itt maradnak a játékosok, meg tudjuk azt oldani belülről? Szerintem igen, és pont ugye a múltkori hasonló szituáció, hogy múltkori adásban ugye a Nagy Laciról volt szó. És ugye én úgy gondolom, hogy az volt a véleményetek, vagy a véleményünk, hogyha Nagy Laci azt mondja, hogy jó, ha ezt megkapom, maradok, ha ezt nem kapom, nem maradok, mert én ezért meg ezért el fogok menni Spanyolországba, a közvélemény sokkal jobban megérteni azt, mint a Herceg úr, tehát ami körülötte volt. Tehát, Téglás Péter azt mondaná, hogy az a helyzet, hogy én anyagilag, családilag, és még felsorolok több szempontot, külföldön folytatom a pályafutásomat, akkor szerintem a közvélemény sokkal jobban elfogadná. Itt az őszinteség és a hozzáállás a kérdés. Abban a helyzetben is elfogadná, egyik olimpián volt, hogy a Bátorfi Tóth kettős történelmesen először kellett bronzmeccset játszani, és ugye 2 ponttal kikapott. Színű. Ha a másik oldalon, tehát ezen a meccsen te ülsz a túloldalon, vagy ez egy teljesen... Én szerintem profi játékosok vannak, tehát nekünk ugye az elmúlt években sokszor volt az olasz válogatott a mérkőzésünk, Csilla volt az edző, együtt készültünk rengetegszer, tehát egy közös edzőtáboraink voltak VB előtt, ismeri a játékosaimat, tehát igazából egyszer nem merült fel a játékosokban, és bennem sem, hogy úristen, a Bátorfi Csilla mennyire nem korrekt. Tehát ez a munkája, tudomásul vettük, profi nem mindenki. Nem fed a korrektség az érzelmi, tehát hogy az mennyire fájdalmas. Semennyire, ez ki van kapcsolva, tehát ez eszünkbe se jut, tehát profi világban élünk, neki az a munka, hogy az olasz válogatott Európa bajnok legyen, nekünk az a munkánk, hogy a magyar válogatott Európa-bajnok legyen. Az egy másik kérdés, hogy amikor a Póta Tóth megverte az olasz párost az EB döntőbe, akkor a Csilla belülről mit érzett? Ez a kérdés. Mennyire volt igen. Bánatos, mert erről beszéltünk. Tehát igen. Egy kicsit, lehet, hogy túlzás, amit mondok, de neki mind a két eredmény lehet, hogy jól esett volna igazából, mert nem tudott volna rosszul járni, mert ugye, hát persze, hogy szomorú, hogy nem az ő játékosai nyertek, de mégis a magyarok nyertek. Én szerintem az edzők lelki állapotát, az érzelmi hozzáállását kell megvizsgálni. Az egy sokkal érdekesebb téma, amikor a Csilla kényszerből ült be a Bobocsika mögé azon a selejtezőn, ő nem akar beülni, de neki az a munkája, hogyha ő ott van, mint edző, akkor neki be kellett ülnie. És nekem játékosnak az lett volna furcsa, a Csilla minden poén után felállva, ordibálva a Bobocsika nyakába ugrik és kiabál, mert az már furcsa lett volna.
de szerintem ő teljesen normálisan viselkedett azon a meccsen. Jó, hogy éli meg ezt a fogadó ország? Tehát hogy élik meg azt az olaszok, hogy esetleg Csilla nem ugyanúgy viselkedik, ha a magyarok ellen játszanak, miközben szerintem azért kapja pénzét, vagy ugyanúgy viselkedik? Szerintem elfogadják meg, szerintem ugyanúgy viselkedik. Tehát a Karsai Feribán, én tudom, én nem látok rajta. Jó, már régóta is osztrák, osztrákká lett. Igen, nem? De közben meg egy nagyon-nagyon magyar kötődés, egy nagyon-nagyon magyar ember. Tehát pontosan tudom, hogy ő nekünk nagyon szurkol, és egy ilyen meccsen természetesen a Robinak drukkol, mert sok minden függ tőle, de amikor a Lovas Petra játszott az szójával, és beült mögé Feribá, láttam, hogy Feribá jó tapsolt, meg elmondja, de hát abszolút visszafogottan. De hogy belül mit érez, ezt talán Téla tudja jobban megmondani, hogy mit érezne ő. Majd lehet, hogy évek múlva meg tudjuk tőle kérdezni. Hát, vagy lehet, nem tudom képzelni egyelőre, hogy olyan játékosok ellenüljek be más ország kapitányaként, vagy klubedzőjeként, akiket mondjuk 10 éven keresztül készítettem fel én. Tehát benned azért az érzelem erősen jelen van. Nagyon furcsa lenne biztos, de szerintem nekik is, ugye, hát tegyük itt mondjuk a Póta Gina, akit most már lassan, nem tudom, 11 éves kora óta ismerek, ugye lassan 20. Nőről van szó, 20, igen. 20-valány éves, tehát egy jó több mint 10 éve. Kati már csúnyán nézett rá. Igen, több mint 10 éve készítem föl. Nagyon furcsa érzés lenne, hogy mondjuk pont ellene ülök oda egy mérkőzésen, és hát ugye jobban ismerem, mint mondjuk a családom tagjait. Azért mondom, a Balzsai Kacsi meccsén volt ez, hogy a másodedző ült az ellenfél, tehát az univerzum másodedző, akinek azt gondolom lehet, hogy az élete nagy lehetősége volt, és tisztességesen főkezett a srác. Nem azt mondja, sokkal jobb volt, mint amire számítunk, de tovább tartotta magát, mint amire számítottunk. Ugyanakkor látszott, hogy az edző nem tud mit kezdeni a helyzettel már napokkal előtte, mert a Karcsihoz kötődik érzelmek, de az volt a feladat. És az aztán a kőkemény profi világ. Ez szerintem ez a profi világnak az átka, vagy szépsége, ki hogy nézi. És ez szerintem lehet egy természetes profi, diszkrét mentalitással kezelni, mint ahogy egy páran meg is tudják csinálni. Az a furcsa, és láttunk már ilyen embereket, aki kimegy Svájcba, hazajön 3 nap múlva, és ő már svájci, és töri a magyart, és hát minden magyar ismeretlen nekem, és itt minden rossz. Kint meg ugye senki nem ismeri el, mert hát ő magyar. Tehát igazából azok a problémák, akik ezt a dolgot nem tudja helyén kezelni. Jó, lassan vége annak az időnek, amit erre szántunk. Egy mondatban össze kellene foglalni, hogy mondjuk van egy emberünk, akinek esetleg lehetőség van elmenni külföldre. Mi az egy mondat vagy gondolat, amit neki tanácsként mondhatnánk. És akkor hadd legyen ő az utolsó. Hát én úgy gondolom, hogy addig maradjon itt, ameddig ez tiszta szívéből, és jól tudja csinálni. Tehát szerintem a sportszakmai szempontok miatt nagyon sok ember, nagyon sok edző, mint hogy a Tégla is itthon marad. És hallgasson a szívére. Hogyha már azt mondja a szíve, hogy ez nem megy bizonyos dolgok miatt, és ez már egzisztenciálisan és olyan rossz körülményeket teremt mondjuk a sportág, ami most elképzelhető, akkor már döntsön. Kati? Igen, és így gondolom, hogy ha már egyszer itt maradt, azért az mutat valamit, hogy mennyire kötődik mondjuk a magyar asztali teniszhez, meg a játékosai az, hogy egyszer úgy fog dönteni, hogy mégis elmegy, azt szerintem nagyon-nagyon megalapozott lesz, és biztos, hogy benne hogy az fog állni a háttér, vagy tényleg nagyon megindokolta magában is mindenkinek, hogy elmegy, és ez egy akkora lehetőség lesz, amit nem hagyhat ki, és akkor meg sok sikert kívánunk hozzá. Köszönöm, megfogadom a tanácsot. Rendben, akkor egy nagyon-nagyon pici szünetet tartunk. Azt szoktuk ilyenkor kérni, hogy ne menjenek messzire, sőt, húzódjanak egy kicsit közelebb az asztalhoz, hiszen olyan dolgokat fogunk megtudni a műsor második felében Cvikl Danitól, aki kvótát szerzett Luxemburgban, és a női asztalitenisz szövetségi kapitánytól, amelyeket szerintem máshol nem hallhatnak, hiszen itt egy baráti társaságban vagyunk közösen önökkel. Nos, újra vissza is jöttünk, elég gyors volt a dolog. Mi a Katival akár hátra is dőlhetünk, ezt mondtam a múltkor is, amikor a kézilabda következett, Harsányi Gergő és Rácz Mariannal. Nem titok, SMS-eztünk Luxemburgból, ugye, hogy mit tudok segíteni, és azt mondom, hogy valahogy intézzek kvótát, hát elintéztem, megvan. Igen. Igen, tényleg így indult a mi kommunikációnk, hogy nagyon kedvesen felajánlottad, hogy vannak ismerőseid Luxemburgban, és ha tudsz, akkor segítesz, és rögtön mind a ketten téglával. Nem kell semmi, ide csak egy kérésünk. Mennyire volt az reális? Mert bocsánat, úgy mi ismerjük egymást viszonylag jól. Igen, tehát én ezt nem akartam így mondani. Azért hagyd mondjam én, mert a Daninak furcsa lenne a szájából a saját magát elkezdeni dicsérni. Tehát én reálisan a verseny előtt azt mondtam, hogy ugye 3 fiú volt kint, a Pattantyús Ádám volt egyedül olyan pozícióban, aki
hogyha tovább jut a csoportkörből a legjobb 32-be, akkor a helyén szerepel a Danitól, és a másik Danitól, a Kosiba Danitól, ez óriási bravúr volt. Na most ezzel szemben nem, hogy tovább jutottak a 32-be, hanem azt gondolom, hogy mindenki óriási meglepetésére, szerintem még a saját maguk meglepetésére is, a Dani az olyan magabiztosan jutott ki az olimpiára, mint hogyha ő lett volna a verseny legnagyobb esélyese, és az Ádámra ugyanez vonatkozik. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy olyan óriási eredmény, amit sajnos még a saját sportágunkon belül sem tudnak értékelni igazából. De lehet ezt kezelni? Tehát amikor kiment, tényleg az volt, hogy kimentek, bocsánat, hogy őszinte vagyok, de hát ilyen vagyok. Amikor kimentetek, én azt gondoltam, hogy nagyon szorítunk Lovas Petrának, mert ő ott szokott lenni, tehát a női csapat úgy ott szokott lenni, vagy a lányok inkább ott vannak, és a férfi asztalitenszezőket meg kedveljük, szeretjük, de nem éreztem azt, hogy azon kívül, hogy poénkodunk egy kicsit azon, hogy valahogy csináljunk neked kvótát, hogy ez realitás volna. És most bocsánat, hogy ilyet mondok a szemedben. Nem, ez abszolút őszinte tőled, és szerintem a közvélemény, és még a szakmai beliek is ugyanígy gondolkodtak. Szerencse, hogy mondjuk én, a barátnőm, és mondjuk az edzőink egy picit bátrabbak voltak. Kicsit ki lettünk rekesztve, igen. Mertek nagyon támadni, és most elnézést, hogy kirekeszthetünk titeket ebből a csodából, de azért egy csodára azért az ember készül hónapok óta. Amikor kimentél, akkor te nálunk jobban bíztál magadban? Hát nálunk biztos. Úgy mentél ki, hogy igen. Most nem az volt, hogy most lesajnálunk, vagy persze. Nem, hanem én azt gondolom, hogy tehát amikor sírunk sokat, hogy olyan kvóták nem jönnek össze, amiben az ország biztos, akkor én azt éreztem, hogy ez nincs kellően megénekelve, hogy közben meg szereztünk két olyan kvótát, amire nem lehetett számítani, és szerintem a szakma sem. A szakma sem, és az, hogy ketten jutottunk ezen az Európai Selejtezőn, ez egy extra nagy dolog. Ugye most jelenleg 2% vagyok a világranglistán, és a fiú és a lány mezőnyben én voltam magasan a legrosszabbul rangsorolt játékos, aki kvótát szerzett, de mondom, azért ennek folyamata van. Azért én 4 éve nagyon közel hozzuk voltam. Képbe, tedd már, hogy képbe hozod a nézőket. Mi az ma, hogy férfi asztali tenisz? Hol van ebben Magyarország? Hol vagy ebben te? Kik azok, akik jó? Hogyan zajlik a kvalifikáció és a többi? És akkor van tényleg hátulunk, mert azért hosszú, hogy ilyen 8-9 kérdést föltettem. Igen. Röviden, a magyar férfi asztali tenisz, tudjuk, hogy milyen volt a Jónyár Gergely Klampárék idejében, tudjuk, hogy milyen volt régen. Tudjuk, hogy milyen volt az elmúlt 20 évben, nem voltunk európai mezőnyében, ugyanakkor voltak olyan sikerek, mint például a VB-n 8 köz volt a csapat, EB-n 6. lett a csapat, Jaki ott volt az olimpián. Végén kérdezek, vagy közbe vághatok? Szerintem most egy biztos hagyja. Csendben vagyok, igen? Igen. Tehát a magyar asztalitenisz egy európai középmezőnyben foglalhat, lehet, hogy az erősebb középmezőnyben, de ez a középmezőny nagyon nagy. Az én történetem megint egy másik történet, mert én gyerekkoromban egy csoda gyereknek indultam, megnyertem mindent, ő lesz a következő Klampár, ez nem úgy sikerült, voltak hullámhegyek, hullámvölgyek, és én azért 4 évvel ezelőtt nagyon közel voltam a kvótához, és én azért valamikor tudtam még pingpongozni így a közvélemény számára is, tehát a tudás azért az valamennyire bennem volt. Az utóbbi x évben nem hallottak annyira rólam az emberek, a világranglistán se voltam ott, tehát én csak azt mondom, hogy ez egy folyamatnak az eredménye egy kvóta, és akármennyire csodának látszik, és tényleg csoda, de azért nagyon nagy mentális erő van mögötte, felkészültség, bizalom, olyan emberek bíznak bennem, akik közel állnak hozzám, és így egyszerűen jól kijött minden. Akkor most szólok. Jó. Ott akartam közbeszólni, hogy azt mondtad, hogy az VB 8. meg 6. ezt mennyire értik az emberek Magyarországon, hogy ez egy eredmény? 204 tagállam van az Nemzetközi Asztalitenisz Szövetségnek, az utolsó világbajnokságon 124 férfi csapat és 94 női csapat indult, és ha még azt hozzátesszük, hogy ebből hány olyan csapat van, ahol kínai játékos van, akkor azt gondolom, hogy itt egy férfi válogatott 8. helye, vagy egy női válogatott 7. helye, az egy óriási eredmény. És miért nem tudják ezt azok az emberek sem, akik szeretik a sportot és figyelik? Szerintem Magyarországon ugye éremcentrikusság van, olimpiacentrikusság, vannak olyan sportágak, amiben nagyon jók vagyunk, és ezért más sportágak kevésbé vannak megbecsülve. Ez szerintem hozzáállás kérdése. Tehát ez egyik fele, hogy mondjuk egy kajakkenu eredményt jobban megbecsülünk, mint mondjuk a pingpong 8. helyet, és vitatkoznék azzal, hogy ez nem ugyanaz az eredmény. Sokat, ugye, amikor ilyen helyen volt szerencsém dolgozni, sokat morfondíroztunk ezen, hogy hogyan lehet ezeket összehasonlítani. Nagyon sokféle mérő van, és én is azt gondolom, hogy igazán nem lehet összehasonlítani. Viszont nem lehet, és nem is kell. Én úgy gondolom, hogy minden, tehát de vannak külföldi országok, ahol vannak szintén sikeres sportágok, de egy-egy ilyen siker az emberek máshogy állnak. De most csak a negatív oldalt látjuk a dolognak, de nagyon-nagyon sok pozitív visszajelzést kaptam a kvótám. Abszolút után. Pozitívan, tehát ez a műsor tényleg arról, hogy pozitívak igen, legyünk, nagyon-nagyon sokan... te találtad ki ráadásul. Igen, köszönöm, veled együtt a Sisi büfében.
Tehát nagyon-nagyon sokan pozitívan látják a pingpongot, és nagyon-nagyon sok embert érdekel a pingpong. Tehát amennyi visszajelzés, amennyi támogatást mi az olimpiai selejtező alatt kaptunk, az valami hihetetlen volt. És utána is olyan emberek gratuláltak, és olyan emberek írták ki a nagy közösségi oldalra azt, hogy ez fantasztikus, akikről az ember nem is gondolna. Tehát Kálai Gábor, sakk nagymester, áradatokat írt a pingpongozókról, és nagyon sok ilyen van. Tehát a pingpongnak van egy alapja szerintem Magyarországon, mert voltak sikerek, és egy tudatos koncepcióval, vagy egy tudatosabban felépített projekttel azért van fel lehetne építeni. De mennyi idő múlva lesz esély arra, hogy nem mindenhol kínai játszik, és ugye most abban történt azért szabályváltoztatás, de ez egy 8-10 év, nem? Történt szabályváltoztatás, de ugye nekünk is van egy európai szövetségünk, aki most meghozta azt a szabályt, hogy például egy francia játékos, aki világbajnokságon nem fog tudni játszani, nyár végén az olimpia után már Európa-bajnokságon fog tudni játszani. Tehát sajnos én azt gondolom, hogy annyira sok fiatal kínai játékos van, hogy ezt nem tudom elképzelni, mikor lesz idézőjelbe honosításmentes övezet, és nekem nem az a problémám, hogy honosítanak kínai játékosokat, mert ha tényleg arra használnák fel ezeket a játékosokat, hogy például a holland válogatottban látnád azt, hogy ezek a játékosok az utánpótlással is játszanak, és az holland utánpótlás ettől jobb lesz, de ezek a játékosok még a saját válogatottbeli társukkal sem edzenek. A legjobb példa, hogy most a VB-re a lengyelekkel készültünk együtt, a komplett lengyel válogatott itt volt, kivéve a kínai védekező stílusú játékos, mert ő még a saját emberével sem edz együtt. Tehát ez így nem viszi előre a saját sportágot, természetesen az Európa-bajnokságot 4 éve megnyerik, mert van 2 jó kínai játékosuk, meg egy orosz játékosuk, de most már az edzőt is lecserélték kínaira, nem tudom, hogy a himnuszt tudják-e egyáltalán, tehát ezt így nem látom azt, hogy ez annyira nagy sportértéke lenne. Ha mellette mondjuk már az elmúlt 6-8 évben mondjuk a serdülő és a ifjúsági Európa-bajnokságon a holland játékosok nyernék az érmeket, akkor azt mondom, hogy gratulálok és megérte és le a kalappal. De akkor te hogy tudsz neki indulni? Tehát mi lehet a célja egy gyereknek ma, aki Magyarországon elkezd pingpongozni? Mi az, amit ő el tud érni? Szerintem el tud érni egyrészt bármit. Ugye a mi 2 kvótánk is azt bizonyítja, hogyha megnézzük a Pattantyús Ádinak, hogy az én történetet, el tud érni mindent, de... De a minden valószínű... az olimpiai kvóta? Nem lenézve azt, nehogy férjes, mert azért... Igen, igazad van, abszolút igazad van, mindent az olimpiai bajnok valószínűleg nem lesz, világbajnok valószínűleg nem lesz. Európa bajnok érmes lehet. Igen, és el kell azt fogadni a magyar közvéleménynek is, hogy lehet, hogy pingpongban nem leszünk világbajnokok, vagy a Balázs Attila most nagyon szép sikert ért a teniszben. 8-ba jutott el. Igen, ő valószínűleg most már nem nyer Roland Garrost, de olyan eredményeket ér el, amiket... De ezért egy gyerek el fog kezdeni asztali teniszezni? Én úgy gondolom, hogy elkezdhet. Tehát ez csak meg kell ültetni a fejük. Miért kezd el egy gyerek pingpongozni? A gyerek elkezdhet azért is pingpongozni, hogy szereti ezt a játékot, van egy labda, és nem biztos, hogy minden az olimpia, nem biztos, hogy minden a világbajnokság, nem mindenki azért kezdjen el pingpongozni. Persze jó, ha van egy Kammerer Zolink, aki szintén tagja a sportos elméknek, mert miatta sokan fognak elkezdeni. Tehát az élsport legyen egy út, ami választható, de ne ez legyen az elsődleges. Persze lehetnek gyerekek, akik azt mondják, hogy én most Kammerer Zoli szeretnék lenni, szuper, de legyenek olyanok is, akik mondjuk a sportág szeretetéért kezdjék el a játékot. Azt gondolom, hogy azért nagyjából a helyére kerül a magyar sport. Tehát az látszik, hogy a ausztrálok, brittek, oroszok, kik vannak még, kínaiak, mindig hatszokod, németek és az amerikaiak. Ugye a világon semmiben nem vagyunk olyan közel hozzájuk, mint sportban, mégis húzzuk a szánkat mondjuk 3 magyar anyéremre. Tehát lehet, hogy előbb-utóbb a helyére kerül, és mondjuk egy olimpiai kvótát értékelni fogunk, vagy a 7 cselgáncsozóból 4-7. Helyen jönnek haza az olimpiáról, akkor az érték lesz. Igen. De szerintem ez azért meg kellene nézni azt is, hogy mondjuk egy amerikai olimpikon, meg mondjuk a Cvikl Dani milyen feltételek között készül, és akkor azt gondolom, akkor már tudnánk értékelni ezeket az eredményeket. Mert hogyha azt mondom, hogy mondjuk mi fapados körülmények között készülünk, akkor egyáltalán nem túlzok. Tehát... De nagyobb-e a különbség mondjuk Cvikl Dani és egy amerikai asztalnézi felkészülése között, mint egy amerikai testnevelő tanár, meg egy magyar testnevelő helyzete között? Ez nagyon jó levezetés, szerintem nagyjából nem. Tehát ugye a sport nagyobb részt, ha csak nincs valami extra odafigyelés, tükrözi az állam színvonalát gazdaságilag, társadalmilag, mindenhogyan. Tehát én is azt szeretném, hogy amikor az Ungvári Miki hazajön az olimpiáról, és kétes körülmények most között... Most a bronzért mérkőzik, nem tudom, mi lett a vége ma. Igen, de amikor az olimpián kétes körülmények között fogalmazzunk így, még baráti körben is, hazajön 7-ként, akkor az ne legyen kudarc. Az legyen, jöttem velük haza, hogy az Ungvári Miki egy fantasztikus sportoló, és a Deák Báros Misi is egy fantasztikus sportoló, az a verseny nekik nem úgy sikerült. Ne is húzzuk le, és ne is csináljunk bele hirtelen a Gyurta Daniból
a második hely után egy helyén kezeljük a dolgokat, világos. Ez nagyon-nagyon fontos, tehát szerintem ez a kulcsfontosság Magyarországon, ezért is vitatkoztam a 20 millió forint, 10 millió forint olimpiai bajnoki aranyért, hogy ne legyen ez annyira fontos, és ne is húzzuk le a sportolóinkat, hogyha nem sikerül, mert egyszerűen félve mindent arra tesznek fel, hogy nekünk az olimpián kell, mert abból tudjuk megalapozni az anyagi feltételeinket, minden az olimpiáról szól, nem minden arról szól, csak sok minden. Számos példa van a világban, tehát van olyan, Azerbajdzsánban jártam egy pekingi olimpia előtt, ahol gyakorlatilag a királylány keze, meg az olajfinó, tehát minden, ami felajátatott az olimpiai bajnoknak. A britek meg azt mondták, hogy ha olimpiai bajnok leszel, akkor érték leszel a piacon, add el magad, nem adunk érte semmit. Hozzáteszem, a felkészülést viszont finanszírozták. Tehát, jó, te most kimész az olimpiára, ezek szerint ugye te ezt tervezted, mi meg örülünk neki. Igen. Milyen esetben lennél elégedett magaddal, vagy milyen eset az, amikor azt várod, ez idézőjelben teszem, a közvéleménytől, a sportot szerektőktől, hogy elégedettek legyenek veled? Először is én kitűztem rögtön az olimpiai selejtező után, amikor sikerült a kvóta, egy célt, megfogalmaztam magammal, hogy mit szeretnék elérni. Ezt csak nagyon szűk körben ezt mondtam el. Akkor ezt nem fogod itt elmondani. Most, igen, pedig ez is nagyon szűk kör, tényleg a barátaim vagytok. És én a másik nagyon fontos célom teljesítmény szempontjából, hogy szeretném életem legjobb asztali teniszét vagy pingpongját nyújtani az olimpián. Én úgy gondolom, hogy kaptam egy ajándék 2-3 hónapot arra, hogy még egyszer beleadjak mindent, és a legjobb pingpongot tudjam nyújtani. És szerintem, hogyha valaki már látott játszani, és valamennyire benne van a pingpongban, és az olimpián remélem látni lehet majd a meccseket, és látja az én teljesítményemet, akkor azt fogja mondani, azt tudja mondani, hogy ez a srác kiment. Neki az olimpia volt a fontos, nem nyaralni ment ki, és tényleg képviselve ezt a 10 millió embert, olyan versenyzéssel és olyan felkészültséggel odarakta magát, ahogy kell, az eredmény az másodlagos. Ezt a Carl Lewis mondta szerintem a Seoul olimpián, amikor Ben Johnsontól kikapott, vagy akkor még úgy tűnt, hogy kikapott. Elfogadom azt az eredményt én is. Másodlag. Ugye azt mondta akkor, hogy nem az a legfontosabb, hogy győzzek, hanem hogy azzal a tudattal hagyhassam el a pályát, hogy mindent megtettem a sikerért. Igen, tehát szerintem Berki Krisztiánnak van egy ilyen felfogása, ami neki nagyon sok szép sikert tudott és hozni. És én is gyerekkoromban nagyon ilyen típus ember voltam, és amikor ezt mondtam még gyerekként, 15 évesen, hogy tényleg én a legjobbat akarom nyújtani, akkor ez nem marketing szöveg volt, hanem így is éreztem. És ehhez most igazából én újra visszatértem, és belül is azt szeretném, hogy egy top teljesítmény csak az olimpián. Mi lesz a lányokkal? Ez egy nehéz kérdés, ugye a két lány kikerült 2011-ben a világranglistáról, és most Lovas Petrán van a szerep, hogy Katarban olyan pozícióba kerüljön, ami jelen állás szerint az első 6 helyet jelenti, hogy a csapat biztosra kikerüljön. De jelen állás szerint most 16-ok vagyunk, tehát mi vagyunk az utolsó csapat, aki részt venne az olimpián. Ha Petra eléri az első 6 helyet, akkor a magyar csapat 100%-osan kín van az olimpián. Ha ezt a helyet nem éri el, akkor a másik rivális 5 csapat játékosainak sem szabad elérni ezt az első 6 helyet. Tehát ami nagyon bonyolult. Időnkből futja, tehát ha el tudjátok magyarázni, úgyhogy Kat is, meg én is értsük, akkor... Szóval jelen állás szerint lement minden kvalifikációt, az összes kontinensről lementek a kvalifikációk, és van egy pótselejtező, és hát ezt nem tudom, hogy fogom elmagyarázni a rövid időt, hogy mindenki megértse. Tehát a lényeg az, hogy most már megvan az a 16 csapat, akinél megvannak, hogy hány játékos jutott ki. És ugye a probléma az olimpiával az, hogy nem a legjobb 16 csapat vesz részt, hanem 6 kontinens, és nálunk azért mondjuk a brazil pingpong, az egyiptomi pingpong nem olyan jó. Tehát a 6 kontinens képviselteti magát, a rendező ország Anglia, és marad 9 hely. És a selejtezőknél mi már tudjuk azt, hogy melyik csapatból hány játékos van kin, és így ki lehet számolni, hogy egy válogatott 3-mal, a magyar csapat 2 játékossal jutott ki. Ez a világbajnoki szereplés miatt, ugye mi 11-ek lettünk, ez most a 16. helyre elég. Van előttünk a holland válogatott, a lengyel válogatott és a hongkongi válogatott 2 emberrel, és mögöttünk 4 európai csapat van, aki szintén 2 emberrel van kint. Most nekünk az a fontos, hogy mivel a VB-n mi jól szerepeltünk, ha a Petra kint van, mi már a 16-nál rosszabbak a VB szereplés miatt nem lehetünk. És hogyha nem jön be mögülünk mondjuk a horvát harmadik lány, a francia harmadik lány, akik a VB mögöttünk szerepeltek, akkor a csapat már akkor is kint van, a Petrának nem sikerül, de ugye erre nem lehet játszani, mert hát ugye egyszerre fog menni 8 közéjutásért való mérkőzés, és valószínű, hogy a Petra már 8 közéjutásért egy olyan játékossal fog játszani, aki szintén a csapatért játszik. Tehát pontosan, és akkor itt megint az a kérdés, hogy ezt fejbe hogy tudják a játékosok elviselni. Kint lesz, tehát megnyitatom a nézőket és titeket is, hogy
a magyar női asztalidens válogatott kint lesz az olimpián, és a Petrának is sikerül beverekedni magát az első hatba. Danit ki kell vinni vele Katárba, látni. Ő viszont úgy érzi, hogy most jön, tényleg megyek. Tényleg jön, persze, segíti a felkészülést, mert ugyanúgy. Szerintem a lánycsapattal nem lesz gond, pár Tégla azért mindig izgul, de én úgy gondolom, hogy a végén azért ők vannak annyira erősek, és Petra is tanult annyit ebből az európai selejtezőből, hogy ez nem sikerült neki, hogy teljesen más hozzáállással fog neki menni a világselejtezőre, és egy nagyon jó játékos, szerintem a női csapat ott lesz, és abban reménykedünk, hogy talán egy fiú csapat is becsúszik, de nekünk aztán ahhoz mi kell. Az ő helyzetük sokkal bonyolultabb. Ma megtudtam Faragó Judittól, hogy ez mondjuk el nézőknek, hogy ki Faragó Judit. Faragó Judit sokáig a Magyar Asztalidén Szövetség főtitkára volt, és most meg az ITTF-ben, tehát a Nemzetközi Asztalidén Szövetségnek az ott operatív részlegének a vezetője, versenyigazgató. A versenyigazgatója, tehát nagyon magas pozícióban van, és ő azt mondta, hogy nagyjából kilenc kvótát osztanak a dohai versenyen. Jakinak be kell jutni ebbe a 9-be. Jakab János. Jakab János, bocsánat. Fordítlak, majd nem mondom. Jakab Jánosnak be kell jutni ebbe a 9-be, és rajta kívül semmilyen más olyan nemzetbelinek nem szabad bejutnia ebbe a 9-be, akinek már 2 darab kvótása van. És előttünk szerepelt a világbajnokságon. Uh-huh. Tehát jelen állás szerint a portugál férfi válogatott a 16. ezen a listán, mert a férfiaknál szinte minden csapat a kontinentális csapatokon kívül 3 fővel jutott ki. A portugálok vannak egyedülként 2 fővel. Tehát ez azt jelenti, hogy a harmadik portugál 9., akkor sajnos a portugál csapat kín van, a magyar nincs, de a portugál játékos az talán 30-ban van a világon. És tehát mi most idézőjelben beszéltem a Harci Zsolt szövetségi kapitánnyal, hogy talán az lenne a legjobb, ha aki 8 közé jutásért ezzel a portugál fiúval játszik, és rajtunk meg is az, hogy mi van, és meg fogja verni, és hát drukkolni kell, hogy ez a portugál fiú ne legyen a 9. Tehát gyakorlatilag... Jó, ugye volt egy hasonló helyzet ez a női kézilabda válogatottnál, ahol különböző matekok voltak. Ha ez összehasonlítjuk a kettőt, akkor itt nagyobb az esély? Mert azt értették már a nézők szerintem. Nem. De körülbelül annyi? Nagyon-nagyon minimális. Jakiban ugye az a jó, hogyha minimális az esély, ő annál jobb lesz. Hogyha valami nagyon biztos, akkor annál rosszabb lesz. Remélem nem nézik. Most nagyon jó lesz. Úgyhogy most ez neki nagyon jó elküldjük lehet, de tényleg nagyon nehéz. És azért ez számomra érthetetlen, hogy bizonyos sportágban, és nem csak a miénkben, miért nem tudnak felállítani egy olyan kvótarendszert, ami mondjuk érthető. Tehát és felejtező előtt mondjuk lehet tudni, mi történt. Ugye ezt láttuk tornában is, amikor a Krisztiánnak számolgatták, és hogy 2 hét múlva lesz biztos, ugyanez volt a Vidnek, a hídvégi Vid barátomnak a londoni selejtezőjén, hogy most nem tudták az ottani nézők, köztük magyar barátaim is, hogy most akkor a Vid kijut, vagy nem jut ki, mert nézni kellett a többieket ide-oda. Itt azért valami nem stimmel. Másról szól már a történet, nem feltétlenül a sportról. Ha kim van a férfi csapat, akkor a csapattól mit várunk, vagy az már egy ajándék, és az örömpingpong lesz, és bármi lehet? Hát szerintem az ajándéknak az ajándéka lehet, hogyha a női és a férfi csapat is, tehát maximális pont létszám a képviselők magukat az olimpián, ha arra se kapja föl a közvélemény a fejét, vagy arra se kapjuk meg a megfelelő támogatást a Magyar Asztalidén Szövetségtől, vagy a jelen vezetőségtől, akkor se állnak mögénk, és akkor se tudjuk ezt úgy kihasználni, megalapodni a jövőnket, most szponzorokról is beszélek, akkor nagyon nagy baj van. De azt ugye hozzátehetjük, hogy az egyéni versenyszámokban 100%-os magyar részvétel van. Tehát ezt azért ennél annyira sok sportág nem tudja elmondani magáról. Tehát azt gondolom, hogy ennél több nem lehet. Jó, Dani nem árult el, hogy mit vár magától. Te mit vársz a lányoktól? Hát, ők ezt tudják egyébként, vagy innen fogják meg? Nem, nagyjából azért tudják, de ugye most Katarig nem érdemes semmiről beszélni, hiszen nekünk azt gondolom a női válogatott a legfontosabb, hogy kijusson. És ez egy nagyon furcsa helyzet, mert 16-ként állunk most az olimpiai részvétel szempontjából, de a világranglistán, ha ezen a versenyen 8. kiemeltek lennénk. Tehát ha kijutnánk és minden így maradna, könnyen lehet, hogy mondjuk egy brazil válogatottal vagy egy ausztrál válogatottal kéne 8 közérültásért játszanánk. És akkor már ott vagyunk 8-ba, onnantól kezdve... Tehát azt mondja, hogy azon sporták egyike, ahol kijutni nehezebb, mint jól szerepelni? Igen. Főleg azért ugye, mert a kontinentális csapatok nálunk azért nem képviselnek annyira nagy erőt, Európa és Ázsia kivételével, tehát, és az angol válogatott sem, tehát 5 olyan csapat van, akinél feltétlenül jobb a magyar válogatott. Visszatérünk az első témához, a telennél az angol válogatott szövetség, ha ugye a sportban nem játszik, akkor az milyen erőt képviselne ma? Nehéz kérdés. 2 jó női játékosuk van igazából, és ők csapatba kin lesznek, de én azt gondolom, hogy nekik nincs esélyük 8 közéjutásért. Tehát ha mondjuk egy Anglia, Magyarország lenne 8 közéjutásért, akkor ha ezen a kispadon ülnék, vagy ha azon a kispadon ülnék, azt hiszem nyugodtan ülhetnék mindkét oldalon. És most így az olimpián nyugodtan fogsz ülni egyébként?
Ha a női csapat kín lesz, akkor azt gondolom, hogy nem. Hogyha a női csapat nem lesz kint, amiről nem beszélünk, akkor ez egy nagyon nehéz kérdés, mert ugye nálunk az ázsiai uralom miatt nagyon nem egyszerű oda keveredni, bár most, hogy csak két kínai, két koreai, két japán lehet, és hat. Mondjuk, jó, yeah. De mondjuk európai kínaiakat, meg a Hongkong, Szingapúr is mind kínai, de jóval kevesebb kínai játékos van kint egy jó játékkal, azért lehet esetleg mondjuk a 8 közé jutásért is játszani, igen. És onnantól kezdve bármi történhet. Uh-huh. Nálunk könnyebb az olimpián nyerni, könnyebb jó helyezést elérni, mint a világbajnokságon. Az biztos. Azért, mert sok sportágban az 5-6 kórai és kínai helyett csak ketten indulhatnak. Ugye limitálva van a létszám az olimpián, annak ellenére, hogy ott a legjobbak vannak, de olimpián sokkal könnyebb elvileg jó eredményt elérni, mint világbajnokságon. Tehát a világbajnokságon a férfi versenyző, Jakab Jani volt 32 közt, az egy óriási eredmény. Ha olimpián van 32 közt, az egy nagyon jó eredmény. De itthon mégis, tehát én azt gondolom, biztos vagyok benne, hogy egy VB 32 között van valaki, az itthon hát nem és vezető hír. Az olimpián 16-ban van, akkor az már hír. De és hogy a Balázs Attila mondjuk Roland Garroson bejut a 32 közé, akkor itthon mi van? Hát Szávai Ági az év sportolója volt, hogy 8-ba került. Tehát itt a sportág megközelítő. Jó, ez a világon mindenhol így igen. Van. Bocsánat, nem akarok az asztalitis ellen beszélni véletlenül sem, de kinyitod az Eurosportot, édesanyám éjjel-nappal teniszt néz rajta, biztos nézne asztaliteniszt is, de azt nem adják. Igen, tehát ez egy tudatos felépítés a sportágnak. Én úgy gondolom, hogy az asztalitenisz sohasem lesz tenisz, sohasem lesz golf, és nem is azt akarjuk, de azért föl lehetne építeni mind itthon, mind a világban, ezt egy picit jobban. Mi kell ehhez? Hát szerintem ehhez ez egy nagyon tudatos... Mert azért neked ez a szakmád is, az aztán igen. Kívül is. Szerintem ez egy 10-15 éves tudatos sportstratégia, egy olyan szakmai anyag, ami mondjuk azokban a kontinenseken, ahol a pingpong nem annyira népszerű, ott ezt tudatosan felépíteni. Ázsiában ezt nem kell felépíteni. Tehát, hogy kimész Ázsiába és leszállsz a repülőről, a pekingi olimpia előtt sajnos nem voltam, akkor pingpongozók vannak a tévében, pingpongozók vannak az óriás plakátokon, tehát nekik ezt el kell különíteni. Most az olyan, hogy Angliában, ha bekapcsolod a tévét, akkor kriket megy, hát uh-huh. Senki nem érti, ők értik. Mi itthon vízlabdázunk, ők ott kint pingpongoznak, de annak ellenére is ezt a pingpongot itthon is, és nemzetközileg is fel lehetne jól tenni. Értem, amit mondasz, azt gondolom, komoly viták vannak a vívás, ugye, ami egy tradicionális eredményes magyar sportág, talán az első adásban Imre Gézával beszéltünk a vívásról, ahol a Nemzetközi Szövetség ezt az utat járja, hogy 5 kontinensre kell menni kvalifikációs versenyre, és próbálják segíteni az edzőket, hogy eljussanak olyan országba is, ahol még nem volt vívás. Eredménye az, hogy azt hiszem, egy francia csapat van kint az olimpián, egy magyar sincs kint, tehát a tradicionálisan eredményes országok visszaestek, ez a jó, vagy az a jó, hogy megvannak a tradíciók egy-egy sportágban, és tudható az, hogy pingpongban a kínai, a japán, a koreai, ezt a hármat mondtad, ugye? Hát igen, Szingapúr, Hongkong, de az már Kína 2, Kína 3, tehát ugyanaz. Tényleg ez igen, melyik a jó út? Mert a vívók ezt járják, amiatt vagyunk szomorúak, hogy a sporták fejlesztés nemzetközi szinten elég jól alakult. Én elkülönítenék olimpiai eszmét, és mondjuk világbajnokságot, az olimpiai eszme mindig is arról szólt, mert most is arról szól azért, hogy a lehető legtöbb nemzetbeli kapjon lehetőséget. Ugye gondolom a vívásban is valahogy ezt próbálják. Hogy ez a világbajnokságon is így legyen, azzal már nem értek egyet. Az olimpiai eszme az maradjon meg olimpiai eszmének, azt fel tudom dolgozni. Az, hogy a világbajnokságon ne a legjobbak induljanak el, és ne a legjobb 5 magyar legyen ott, és ne legyen ott mondjuk egy zimbabwei se, uh-huh. Azzal már nem értenék egyet. De azt mondod, hogy 10-15 éves stratégia sportágnak a két út közül valószínűleg választani kell, vagy nem? Elképzelhető, hogy kell, és akkor meg kell nézni a sportágnak a külső és belső környezetet, és úgy kell egy jó döntést hozni. Itt ez nagyon összett dolog, tehát azért nehéz, az Európai Szövetség nálunk sajnos, hát most nem fogom kimondani azt szót, hogy micsoda, de egy nagyon lassú és nagyon nem profi alakulat, ezért Európában a pingpong kicsit lassabban épül fel, de ezt én most Magyarországra, ha nézem, fel lehetne ezt építeni. Én úgy gondolom, hogy van te rá. Próbálkoztál ezzel igen. Budapesten egy kerületben, ott hogy áll igen. Ez a dolog? És úgy, én elkezdtem nagyon lelkesen 4 darab iskolában pingpongot, oktatni, vagy pingpongra gyerekeket behozni, és jöttek is volna a gyerekek, csak sajnos magyar betegség, vagy magyar körülmények között problémáink voltak. Egyik iskolában az, hogy a testnevelő tanárok féltékenyek lettek, hogy elhozom a gyerekeket mondjuk fociról. Abban az iskolában nevelkedtem. Jó, és abban... focisták értjük a problémát. Igen. Abban az iskolában nőttem föl, de mondjuk ez a másik kérdés. Másik iskolában gyerekek jöttek, volt 20 gyerek, nem tudtak fizetni. De igény
az biztos, hogy lenne rá. Én azt láttam, hogy nálam bejelentkezett egy 50-60 gyerek, és igazából csak az iskolákban tartottunk egy kis bemutatót, és az én nevem volt bedobva, és semmi komolyabb háttere nem volt. A pingpongra, ha megnézed, én most, bocsánat, autószerelő műhelyből jövök, mert olajat cseréltem az autómban, és egy pingpong asztal állt a műhelyben. És ha megnézed, lemész mondjuk Balatonra, akkor mondjuk nagyon sok 70% a családnak pingpong asztal van a garázsban. De az én gyerekkoromban minden iskolá volt, és az volt, hogy forgóztunk éjjel-nappal, táborban is minden, és ma nem. Ez egy általános probléma, vagy ez a pingpong problémája? Ez a pingpong problémája, de nem biztos, hogy nem. Tehát ameddig vannak pingpong asztalok garázsban, weekendházban, amíg ez van, és az embereknek ott van a pingpong dolog a fejében, addig lehetne valami kezdeni. Abban igazad van, hogy ez most már tolódik el. Tehát az emberek azért kezdik elfelejteni a pingpongot, számítógép, folyamatos tévézés, egyéb sportágak, de lehetne ezzel valamit kezdeni, mert nem dopping veszélyes, bárki csinálhatja, nem kell hozzá semmi, olcsó. Most 10 olyan dolgot tudnék felsorolni, ami miatt nagyon vonzó lehetne. Igen, szerintem a politikai pártok fölkapták a fejüket, ahogy érvelsz. Remélem, a saját nem. Nem célom. De szerintem a pingpongnak lenne alapja. Aztán lehet, hogy a naív vagyok, és ha 10 év múlva beszélgetünk, akkor, és én valamit megpróbálok, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy én egy naív fiatal ember voltam, aki bízott ebben a pingpongon, és bízott abban, hogy ez egy nemzeti sportág lehetne, tehát nagyon sokan pingpongozhatnának valamilyen szinten. Ez lehet, hogy az én naivságom, ezt nem tudom igazából. Akkor van, igen. De azt gondolom, hogy a mi sportágunk abból a szempontból szerencsés, hogy más sportágokhoz képest jóval kevesebb pénzből nagyon nagy dolgokat lehetne csinálni. Tehát szerintem ez a kulcs, hogy nem kellene nekünk horribilis összeg ahhoz, hogy egy nagyon komoly utánpótlás tervet, nagyon komoly utánpótlás centrumot lehessen felépíteni, ahol a legügyesebb gyerekeket összegyűjtve nagyon nagy dolgokat lehetne véghez vinni, és itt töredékéből más sportágok költségvetéseinek. A pingpong lehetne egy olyan sportág, amit minden iskolában játszanak. Mondjuk én a sakkot, nagyon szeretem a sakkot, azt is mondjuk tantárgyatban. Az általad említett Kálegában mindig azt mondja, hogy a legtöbb sportágnak alapja a sakk. De ez így van, tehát a sakk egy csodálatos dolog. De mondjuk játék, pingpong, mint egy játék, és hogy játszunk egyet, sportunk egy picit. A forgó az a legnagyobb játékok egyike. Igen, szerintem ez minden iskolában, ez alap lehetne. Minden iskolában lehetne asztal, és lehetne tényleg nagyon kicsi összegekért, nem kell hozzá úszó, de nem kell hozzá semmi, lehetne pingpongozni nagyon sok iskolában az országban, és ezt szerintem meg lehetne valósítani. Van olyan eredmény az olimpián, ami után a te nevedet úgy ismernék a gyerekek, hogy bemész egy iskolába, és jönnek pingpongozni? Szerintem csak van. Csak fogok valahogy hátha. Szerintem van. Tehát én ifjúsági Európa-bajnokságon voltam második, és erről EB-ket nyertem. És csináltunk egy plakátot, hogy utánpótlás Európa-bajnok versenyző hirdett foglalkozás. Én bementem az iskolába, és aztán a gyerek utána kiabáltam, hogy Európa-bajnok bácsi, világbajnok bácsi. Tehát azért öregszel. Nekem ez jött le belőle, igen. Köszönöm. Tehát szerintem azért lehetne. De mondjuk a Póta Gina sikerei, vagy a női válogatott sikerei, mert mi nem vagyunk annyira sikeresek, mint a lányok. Európa-bajnokok, párosban Európa-bajnokok. Gina szép, jó játékos, minden megvan hozzá, hogy mondjuk egy sztár sportoló lehessen, mégsem az. Más téma, bocsánat. Szerintem ez a következő adás is kevés lenne, hogyha ebben most belekezdenénk. Jó. De igen? Én ezt mi erről már sokat beszélgetünk, de kíváncsi. Dani pályafutása befejezése után hátáll a másik oldalra, és bebizonyítatja. De nem megy külföldre edzőnek. Nem, itt marad Magyarországon, és vezetőként, akár sportközgazdászként, a mi sportágunkat megpróbálja fellendíteni. Van erre esély? Van. Van rá esély, hosszú távon biztos, rövid távon, azt nem tudom megmondani. Jelen körülmények között. Koncentrálunk először Londonra az olimpiára. Igen, igen. De én mindenféleképpen, ahogy szerintem többen közülünk is, kimondva kimondatlanul, ugye a Harsány Gergő, Eskovács Ádi, Virág Lajos, szerintem mindenkinek megvan az ambíció, hogy egyszer a magyar sportért tenni szeretne. De gondolom ez a lányokra is, Vikire is, és Katira is igaz, mert azért hoztuk létre ezt a sportos elmék társaságot. És szerintem lehetnek olyan körülmények, amikor ha megkapjuk a lehetőséget, akkor bizonyítani tudjuk, hogy megértünk erre a feladatra. Ugye ezek a lehetőségek mikor jönnek el, azt most én nem tudom ez megmondani. Ez rajtunk vagy rajtatok is múlik. Én remélem azt, hogy a kedves nézőkkel sikerült megértetni az asztali tenisz olimpiai kvalifikációs rendszernek legalább a lényegét. Azt kívánhatjuk szerintem neked, hogy az, amit nem árultál el, de megálmodtál, az sikerüljön Londonban. Péternek szerintem én azt kívánom, hogy nyugtalanul üljön kint az olimpián, mert hogy kint van a csapat, ami nagyon jó volna. A kedves nézőknek azzal köszönjük meg a figyelmet, hogy két hét múlva
Következő adásunkban biztosan itt lesz Balzsai Károly, aki megvédte világbajnoki címét, és a sportos elmék tagja, és várjuk az önök kritikáit, észrevételeit, kéréseit, kérdéseit, akár a hatos csatorna weblapján, akár pedig a sportos elméknek a Facebook oldalán. Köszönjük szépen a figyelmüket, két hét múlva újra találkozunk.